Édesanyám szép magas kort ért meg, most 96 éves, és én megpróbáltam arra késztetni, hogy írja meg a visszaemlékezéseit. 92 és 94 éves kora között megírta ezeket a visszaemlékezéseket. Én ezekhez annak idején megjegyzéseket, lábjegyzeteket fűztem, kiegészítettem. Ebben a könyvben már óhatatlanul édesanyám szüleiről, tehát az én nagyszüleimről, meg a dédszülőkről is szó esik. Így lett belőle aztán egy 20. századi családtörténet. Édesanyám meglepő módon tökéletesen ír. Ugye a magas életkor nem cáfolja ezt a dolgot, helyes írási hibák nélkül, tökéletes fogalmazással, olyannyira, hogy nekem a édesanyám szövegébe szinte nem kellett belenyúlni. Ezek a visszaemlékezések a számomra azért megrendítőek, mert annak ellenére, hogy édesanyám egy szangvinikus ember, vagy legalábbis fiatalabb korában én így ismertem meg, meglepő távolságtartással és higgadsággal írja meg a történeteket. Na most ebbe egy kicsit furcsa talán az, hogy én egyes szám harmadik személyben szerepelek, mint kisgyerek, de hiszen körülbelül mondjuk a gyerekkorom kezdetétől 27-28 éves koromig az egy másik ember volt, mint aki most én vagyok. És ma már egy olyan távolságról, egy olyan távolságtartással tudom figyelni annak az embernek a cselekvéseit, amikkel hát nagyon sok esetben nem értek egyet. Az a G, aki ebben a könyvben szerepel, az már nem én vagyok. Én a végén, a könyv vége felé elmondom, hogy most ki vagyok, vagy mi lettem minden várakozás ellenére, de amikor én beszélek arról a 18-20 év körüli legényről, az bizony egy nagyon fájdalmas dolog, és meg kell vallanom, hogy igen sok ellenérzés mozdult meg bennem ez iránt, a figura iránt, mert hiszen egy elkeseredett, nyomorult, útkereső valakiről van szó, és ez tőlem már nagyon idegen. Hát ez magyarázza azt, hogy a könyv fele egyes szám harmadik személyben beszél erről a bizonyos G-ről, aki amúgy én vagyok. Ez a könyv bizonyos értelemben egy tipikus közép-európai sorstörténet, a nagyszüleim, a szüleim története, hát ők ilyen középosztálybeli emberek voltak, akik rengeteget vesztettek a háborúval, utána a kommunista időszak alatt, és talpra álltak. Van benne egy ember, akivel szemben máig lelkiismeret furdalásom van, ez az anyai nagyapám, aki egy, ahogy én megismertem, egy kibírhatatlan öreg ember volt. Ő végigharcolta az első világháborút, megsebesült, a második világháborút a pincébe töltötte, a munkahelyén időre előtte nyugdíjazták, sérve volt, veséjét kivették, ezerféle baja volt, és mikorra én már megismerkedtem volna vele igazából, 11 néhány éves koromra, addigra ő már egy teljesen tönkretett ember volt. Engem nagyon szeretett, nagyon sokat adott nekem, én pedig ezt nem viszonoztam. Hát ez a könyv egy kicsit ilyen jóvátétel is akar lenni, hogy igazságot szolgáltatok neki, mint ahogy az egész szüleim, nagyszüleim generációjának igazságot kellene szolgáltatni.